Sziasztok, Peti vagyok és az Zava média csatornát nézitek. Ma megint egy rövid pörgős rész jön, egy jogi téma, mégpedig az, hogy hogy néz ki a védőmaszk ordási kötelezettség itt Németországban. Úgyhogy nincsen intro, iratkozzatok föl, osszátok meg a videót ismerőseitekkel, hogy ők is tudják, hogy mi a helyzet. Ugye légző maszkokról, védőmaszkokról beszélünk, így néz ki például ami céges maszkunk, de itt van például kettő maszk, amit, oh, hogy így, amit például tegnap vartam, és készült is róla egy videó, amit itt, a, hogy vagyunk? Itt a sarokban fogtok megtalálni a másik videót, hogy hogy lehet otthon megvarni ilyen védőmaszkot saját magatoknak. A videó témája az, hogy mennyire is kötelező védőmaszkot hordani jelenleg Németországban. Ugye ma, nézzük meg gyorsan, május másodika van, és a jelenlegi állásról tudok nektek beszélni. Ugye ezek a dolgok folyamatosan változhatnak a jövőben, ezért most ez aktuális. Az első és legfontosabb dolog az, hogy minden Bundeslandban, de akár városban is más és más az előírás. Például Aachenben 50 euró a büntetés, hogyha nem hortok védőmaszkot, Kölnbe pedig 150 euró, ugye ugyanabban a Bundeslandon belül. Berlinben, Brandenburgban, Brémában, Niedersachsenben, Saarlandban, Sachsen és Sachsen-Anhaltban, Türingiában jelenleg nem büntetnek azért, mert nem hordok légzőmaszkot. schleswig holsteinbe tilos bemenni üzletekbe, légzőmaszk nélkül, de nem büntetnek egyenlőre, és minden máshol büntetnek. Ugye én Bajorországban élek, és a nézőim többsége is, ha minden igaz, ezért én a Bajor Résszel fogok foglalkozni. Bajorországban amúgy a legmagasabb vagy az egyik legmagasabb a büntetés. A baj, Arról is beszélünk mindjárt, hogy ö, hova szabad, meg hova nem szabad, és miért ö, légző, ö, vagy hát ilyen ö, sok megint az ő. Ez van. Ö, <laughs> védőmaszk nélkül bemenni. Bajorországban, hogyha nincsen átok védőmaszk, akkor 150. Euróra büntetnek fejenként, illetve hogyha ismétlődik a kihágás, akkor duplázódik a büntetés, illetve olyan munkaadót, aki nem gondoskodik arról, hogy a munkavállalóinak legyen védőmaszkja, például egy üzletben, akkor őt 5000 euróra büntetik, tehát a munkaadót. Hol vagytok kötelesek védőmaszkot használni? minden tömegközlekedésben és minden eladóhelységben, bevásárló központban is, tehát amikor bementek egy bevásárló központba, ha majd kinyitnak, akkor már az ajtótól kötelesek vagytok védőmaszkot hordani. Ugye térjünk arra gyorsan ki, hogy mi számít a törvény szerint. A törvény azt mondja, hogy egy mund náze bedekungra van szükség. Tehát nem elég, hogyha a szátokat, de az órotokat is el kell, hogy takarjátok, és egy bedekungról, tehát nem írja ki különösen, hogy ez egy FFP2-es, 3-as, vagy kimondottan egy védőmaszknak kell lennie, akár egy sál vagy egy kendő is megteszi a törvény alkotója szerint, hogy aztán a rendőr ezt hogy implementálja, az megint egy másik dolog. Honnan veszük az információinkat? a Bajorországban a Dritte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen Schutzmaßnahmen Verordnung egészségetekre, tehát a harmadik BAY IFSMV. Jó, ez május 1 adták ki, ez jelenleg az aktuális. Itt van például az is leírva, hogy a. Így van, Ebbe már belekerültek a templomok is, tehát templomban is, kivéve az előadás tartó, tehát a pap, vagy a imám, vagy aki beszél, ő neki nem kell, de mindenki másnak kell. Üm, így van. Mikortól? Ugye Bajorországban 27-től, május 27-től, akarom mondani június. Na, tehát... Április 27-től kötelesek vagytok, és a hatodik él, ö, születésnapjukat betöltött. Tehát a, ugye a német azt mondja, hogy a 7 éves, az azt jelenti, hogy a hatodik születésnapját már megünnepelte. Tehát mindenki, aki a hatodik születésnapját megünnepelte, ő neki kötelező szájmaszkot, védőmaszkot hordania. Ö, így van. Akkor nézzük meg magát a maszk használatát. Ugye a Bundeszentrale Gesundheitsliche Aufklärung, ez egy institút, aki nem a WHO, de a mentálhigiéniás és egyéb dolgokra összpontosító szervezet. Ő kiadott egy közleményt, amit a Bajor jogalkotás is követendőnek ítél meg, Ö, és ők azt mondják, hogy maszk felvétele előtt 20 másodpercen keresztül kell kezet mosni, a masznak fednie kell az orrot, a szájat és az áll aláig kell, hogy be elérjem. Ö, a szélek feküdjenek föl a az arcra, az átnedvesedett maszkokat azonnal le kell cserélni. A maszkot magát ne érintsük meg használat. Alatt. Levételkor ne érintsük meg a maszk maszk részét, hanem a szalagnál vagy a guminál fogjuk meg. Levétel után azonnal mossunk kezet, mosásig légmentesen zárjuk el a maszkokat. Ők is még egyszer leírják, hogy sál és kendő is megfelel. Üm, és annyit azért tudni kell, hogy az FFP3 jelölésű maszkok az egyetlenek, melyek a ti egészségeteket is védik. Ugye ők azok, ahol a belégzésnél is szűr az FFP2, és a többi maszkok ugye azok a környezetedet védik, tehát a sál meg a kendő is. Az, hogy ezek a maszkok, amiket én készítettem FFP micsodák, valószínűleg FFP nulla, de mégis ö, jól védi a környezetedet, tehát biztos, hogy nem FFP 3. Még egyszer a linket megtaláljátok a videó leírásában, hogy hogy lehet elkészíteni saját maszkjaitokat. Öm, 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 sok az öm. Így van-e? A sokakban fölmerül az, hogy lehet-e ellenkezni a kötelezettség ellen, tehát lehet-e perelni, hogy te nem vagy hajlandó maszkot hordani? A válasz az, hogy nem. Jénában volt az első ilyen per, ahol a bíróság egyértelműen kimondta, hogy teljesen elfogadható a törvénykezés, és mindenkinek köteles maszkot hordania. Mi van a vezetéssel? Ugye az STVO, tehát a Német KRESZ 23. paragrafusának negyedik bekezdése kimondja, hogy nem maszkóri, maszkírozhatjátok el az arcotokat, hogy aztán egy mondjuk egy gyorshajtásos fotón ö, föl lehessen ismerni a vezetőt. Nos, a helyzet az, hogy az autó ugyan nem magán területnek számít jogilag, viszont ugye most Bajorországról beszélünk Bajorországban még nincsen az hogy hogy nyilvános tereken is kötelező maszkot hordani és a 60 euró a büntetés, hogyha vezetés közben maszkot hordasz az első, amiről tudunk az fürdben egy öreg bácsit büntettek meg 60 euróra mert maszkban vezetett Viszont mi van akkor, hogyha valaki veled együtt ül az autóban? A bajorok erről még nem rendelkeztek, North Westfáliában, ott már ott már van olyan törvény, hogy munkában, tehát valamilyen szolgáltató Soport, tehát mit tudom én, a vízvezeték szerelők együtt autóznak, akkor nekik nem kell maszkot hordaniuk, de Németországban ez még nincs. Viszont ott a közterületeken is kötelező maszkot hordani. Iskolák. Iskolákról még az egyet, egyik iskolákról még egyetlen Bundeslandban sem döntöttek. Mik vannak a tüntetésekkel? ugye most volt május 1 -e tegnap, sok a tüntetés, ez úgy néz ki, hogy van a Verzamlungsgezet, nek a 17. A paragrafusa kimondja, hogy tüntetésen nem vehet részt, úgy, hogyha nem vagy azonosítható, tehát maszkban. És ide visszakanyarodunk a Bajor törvényhez, ugye mert korlátozták a tüntetések ö, szervezésének lehetőségét, ö, max. 50 fő vehet részt egy tüntetésen, egy tüntetés maximum 60 percig tartat, és ugyanaz a szervezet ö, naponta csak egy tüntetés jelenthet be. Ö, és legalább másfél méter távolságot kell tartani, ugye tehát ö, Maszkot nem hordhattok, és tartani kell a másfél méteres távolságot. Öm, 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 öm megint csak az ő. Majd egyszer leszogokról róla, nyugodjatok meg. Öm, kijárási tilalom. Erre kanyarodjunk még vissza, megint csak a harmadik Bajarisej infekción, Sucmásznámfer ordunkhoz ragadunk, ahol le van írva, hogy Mit is jelent még egyszer ez a kiárási talon? Sokaknak nem teljesen egyértelmű, hogy miről van itt szó. Tehát elmehetsz munkába, de kell a munkahadónak papírt adni arról, hogy te ingázol a lakásod és a munkahelyed között. Mehetsz orvoshoz, érdekes módon most belebeték, lehet pedig külre menni, lehet menni bevásárolni, lehet menni beteget ápolni, lehet kiskorút kísérni el lehet menni temetésre, de csak szűk családi körben, lehet sportolni egyedül, vagy a családtagoddal, tehát egy háztartásban élő családtagjaiddal, vagy egy nem azonos háztartásban lévő személlyel, úgyhogy hogy föntartjátok a másfél méter távolságot. Illetve állatok ellátását segítő tevékenység, tehát mondjuk megeteted a lovakat, vagy leviszed a kutyát pisilni, ezt lehet. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy már a saját ismeretségi körömben is megvannak az első büntetések, méghozzá 200 euróval büntetik fejenként azokat, akik ennek ellencegülnek. Ö, 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 ö. Bocs, ma ilyen napon van. Tehát Házi bulit tartottak, és, és kijött a rendőrség, ugye a szomszéd fölnyomta őket, és mindenkit megbüntetek 200 euróra. Jó, gyakorlatilag ennyi volt ez a videó. Mint mondtam, vágás nélkül kerül föl ez is az internetre, és találkozunk legközelebb is. Ne felejtsétek el megnézni azt a videót, amiben megvarom a saját masztjainkat, illetve... Ti is megcsinálhatjátok a videó alapján otthon, a videó leírásában megtaláljátok Patreon és PayPal gyűjtés linkünket, ahol anyagilag támogathatjátok a YouTube csatornát. Köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!